Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás. Ez egy általános kivetés. De megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, ahol megnézhetjük azt, hogy mi fog történni hétvégén, vagy azt, hogy ő mit csinált hétvégén, vagy mi a terve. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. A pénteki nap itt látható, a fő téma itt van felül. Itt a poharak szimbolizálják a kelyheket, és a kelyhek jelentik az érzelmeket. Ezen a kártyán érzelmekről van szó, mégpedig vágyakról, álmokról, elképzelésekről. Ha nem hisztek ebben, akkor előfordulhat az, hogy ez az álom nem fog megvalósulni. Viszont, ha nyitottak vagytok, mint ahogy ez a hölgy is itt kinyitotta a szekrényt, ha nyitottak vagytok ezekre a témákra, és hisztek ebben, akkor egy álom megvalósulhat. Itt látható ez a férfi, a kezében van az arany érem, ez jelenti az anyagi helyzetét vagy a munkáját, ez összefügg egymással. Viszont látható az arcán, hogy vannak olyan bizonytalanságok, nagyon-nagyon óvatos. Ami téged illet, itt az érmék jelentik a belső értékeket, hogy te értékes vagy számára, de vannak elvárásai, hogy te is értékeld őt, és úgy figyelgeti a dolgokat, kis lépésekkel közeledik hozzád, óvatos. Nem tudja azt, hogy megkapja-e az elismerést, vagy esetleg lesz egy találkozás, és te kritizálod őt, amit ő el szeretne kerülni. Hiszen itt látható a győzelem, ez is az elvárás, hogy el akarja érni azt, hogy te felnézz rá, hogy dicsért őt. Szombat az itt látható. Itt ég a gyertya, ez jelenti a tűz elemét, bátorságodat, a lelkesedésedet, azt is, hogy aktív leszel, és itt ez a hölgy mutatja, hogy mi az, ami úgy történik körülötted, megszépíted a lakást, vagy éled a hivatásodat, az ablak nyitva van, tehát nyitott vagy új dolgokra, lehet, hogy tanulsz valamit, hiszen itt egy kreatív tevékenységről is szó van. Megszépítesz valamit a környezetedben. Itt vannak érzelmek a részéről, hiszen megjelennek a kelyhek, és a kelyhek szimbolizálják az érzelmeket. De mivel itt vannak elvárásai, hogy te értékeld őt, lehet, hogy nem így volt a múltban, és megsértődött. Látható a képen, hogy mennyire dacos, visszahúzódó, nem mutatja ki az érzelmeit, és emiatt számodra minden olyan bizonytalannak tűnik. Nem látod körülötted, hogy mi fog történni. Meg van kötve a kezed, nem tudsz lépni. De foglald el magad, légy kreatív, ez lelkesítsen téged. Vasárnap az itt látható. Lehet, hogy kicsit beteg vagy, megfáztál, vagy fáradt vagy, kimerült, hát pihent ki magadat. És itt a varázsló majd segít, hogy minden jó lesz. Majd rendeződnek itt a dolgok maguktól, ne betegítsen most ez a helyzet. Itt a varázsló segít, megvan a vonzalom kettőtök között, a csillagok szerencsét hoznak, azt is jelentik a csillagok, hogy minden úgy lesz, ahogy a csillagképekben ez meg van írva, tehát pihent ki magad, legyen meg a bizalom, ez a férfi közeledik, akkor is, ha itt még kicsit dacos,
de nem hagy ő el téged, majd jóra fordul minden. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy feljelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy látogass meg a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta megjelenik a Maja naptár, azon kívül vannak most újdonságok is. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!